A Hidrofehérvár AV19 a Filákkal találkozik az osztrák jégkorongliga elődöntőjében. A csapat a szerda délelőtti nyílt edzés után, kora délután utazott el Filákba. Szélig Viktor általános igazgató elmondta, hogy mind a játékosok, mind pedig a vezetőség nagy várakozásokkal tekint az elődöntő elé. Az edzői stáb a Filákból készült, hiszen ez volt a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy ellenük fogunk játszani. Nagyon kíváncsian várom, hogy egy idézőjelben fáradtabb csapat, egy kipihentebb csapat ellen, főleg az elején, hogy fognak tudni majd egymással elbírni. Biztos vagyok benne, szerintem, hogy nekünk az elején egy picit nehezebb lesz, mondta azért, hogy már lassan 10 napja nem játszottunk, az ellenfél pedig meccsből jön, de hogyha hosszú lesz ez a párharc, szerintem sokat fog számítani az, hogy bennünk egy kicsit kevesebb mérkőzés van. A fehérvári hokisok fennállásuk legnagyobb sikerét érték el az elődöntőbe jutással, a csapat a 15. idényében lépett túl először a negyeddöntőn, a Valpusztéria összesítésben 4-0-ás legyőzésével. A döntőbe jutáshoz ismét 4 győzelmet kell elérni. A csapat emelkedett hangulatban várja, hogy jégre léphessen az elődöntő első mérkőzésén. Erdély Csanáda nyílt edzés után elárulta, hogy véleménye szerint mire kell leginkább odafigyelniük a Filák ellen. Talán az ilyen speciális egységek, akár 4-4 elleni játék, akár 5-4-es ember előny, ember hátrány, abban mindig van fejlődési lehetőség. És a védekezés, hát azt tudni kell, hogy a Filák lőtte a legtöbb gólt a ligában az alapszakaszban, szóval egy nagyon komoly támadó erejük van, mi próbáljuk ezeket a támadásokat majd visszaütni és védekezni ellene. Erdély Csanád szerint nagy jelentőséggel bír, hogy kinyeri az első párharcot, illetve melyik csapat lövi az első gólt. A Filák elleni elődöntő első mérkőzése csütörtökön 18 órakor kezdődik.